alacsony adókat szeretnénk, egy hagyományos polgári konzervatív felfogás szerint azt gondoljuk, hogy az alacsony adók jók a vállalatoknak, hiszen versenyképesebbé teszi őket, ha megtakarításaikat föl tudják használni beruházásokra, bérfejlesztésre, és jó a magánszemélynek, az egyének vagy a családoknak is, hiszen a náluk képződött jövedelmet a jólétük növelésre tudják használni és fordítani. És a harmadik eleme, amit úgy fogalmaznék meg, hogy mindig célzott és hatékonyságnövelő beruházásokra törekszünk. Tehát kis ország vagyunk, a lehetőségeinket maximálisan kell kihasználni, a forrásaink is talán szűkösebbek, mint egy nagyobb gazdasági, egy nagyobb országé. Hogyha ezeket a pénzeket optimálisabban tudjuk elkölteni, részben a korábbi időszakhoz képest, részben pedig a versenytársainkhoz képest, akkor ezek a beruházások, ezek a fejlesztések versenyképességet javítanak, munkahelyet teremtenek, hatékonyságot növelnek, és a gazdaság egészét teszik jobbá.